tacskók, spánielek, akiták, csivavák és agarak. Csak néhány azon több száz kutyafajta közül, amelyek a hosszú hétvégén képviseltették magukat a 10. nemzetközi kutyakiállításon Szilvásváradon. A 4 napos megmérettetésre közel 6004 lábú érkezett a világ több pontjáról, hogy elnyerje a bírálók elismerését. Kettőjüket örökbefogadtuk, a Boston Terrier törzskönyves vele szoktunk kiállításozni, és ő pedig az első kiskutyusunk volt, azért mert sokat olvastunk róluk, és úgy volt, hogy nagyon családcentrikus, és első kutyusnak gondoltuk, akkor jó lesz. A mesztelen kutyákkal ellentétben sok házi kedvencnél a pályára lépést hosszú készülődés előzte meg. A kis kozmetika, tupír, fehérítés, és ezek az apró dolgok, amivel szebbé teszik amúgy is szép kiskutyát. A ringben a legjobb formájukat kellett hozniuk a kutyusoknak és a gazdiknak egyaránt. Hugo fiatalkora ellenére már gyakorlott versenyző. Kaposváron mi volt a kiállítás második legszebb kölyök kutyája. Debrecenben kétszer volt fajta győztes és megnyerte a szánhúzók spiccek csoportját. Tegnap fajta győztes volt, és ő volt a kiállítás legszebb fiatal kutyája. Európa legszebb és legjelentősebb nyílt területű kiállításának helyszínéül a szilvásváradi lovastadion kiképző pályája szolgált. Amellett, hogy a lipicai fajta gém megőrzését elvégezzük és sportrendezvényeket a lovasportok tekintetében megszervezzük, az egyéb kulturális és sportrendezvényeknél is kötelességünk, hogy helyet adjunk. Így természetesen a kutya kiállításnak a szervezésére és a helyszín biztosítására is igent bontunk, és próbáljuk a szervezőket mindenben segíteni, mert a lovak mellett a kutya a másik állatfaj, amely a történelem viharaiban mindig mellettünk volt, és a mai napig is ugyanígy van, és segíti a mindennapjainkat. Habár a jubileumi rendezvényen a koronavírus járvány miatt a sárga és piros minősítésű külföldi országok nem képviseltethették magukat, naponta több száz kutya érkezett a kiállítás helyszínére. A sárga országokból pedig szigorúan betartattuk azt, hogy 2 negatív teszttel jöhetnek csak a kiállítóink. Ennek ellenére nincs sok kiállító a sárga országokból sem. Az emberek ezt tudomásul vették, hogy nehézkesed a dolog ebben az esetben. Ami érdekes, hogy első évben nyílt meg a lehetőség a német nyelvterületnek. Soha nem volt ilyen létszámú német kiállítónk, tehát az ellenben most nagyon sok van, ők zöldek és jöhettek. A jubileumi rendezvényen a küllemi megmérettetés mellett a kutyás sportok is előtérbe kerültek. Agility bajnokság és dog dancing verseny is várta a szilvásváradra érkező gazdikat és házi kedvenceiket.